mint valószínű, hogy már a januári ülésszaktól senki nem tud szavazni. Az kérdéses, hogy föl tudunk-e szólalni a plénumon, és a napokban dől el, hogy a bizottsági üléseken is részt vehetünk-e. A tagságot nem veszítjük még el, de ez is az Európa Tanács közülésen jó akaratától függ, ugyanis november 12-től javíthatunk volna ezen a helyzeten. Az lenne a megoldás, hogyha valaki a négy helyettes közül tag lenne, tehát ha cserélne valakivel a hét férfi közül, akik most tagok, de persze erre össze kell, hogy jöjjön a szerbiai parlament is, és kellene hozni egy döntést. Én remélem, hogy a delegáció főnöke napokban megoldja ezt valami módon.